A váratlan edzőváltozás kategóriájába tartozik, ami a közeli napokban Bátaszéken történt a foci csapatnál. Szőcs Lázár helye a kispadon ugyanis abszolút stabilnak tűnt, hiszen munkájával elégedett volt a vezetés, és a vele újra a megye egyben élcsapattá váló bátaszéki játékosok is őt jelölték meg, mint a pozitív változások előidézőjét. Az új bajnokság is jól indult, a Bátaszék a dobogón volt, játékára nem lehetett panasz, noha az őszidény felfüggesztés előtt egy-egy nem várt vereség vagy pontvesztés azért becsúszott. A Magyar Kupában az idén is eljutott a csapat az országos főtáblára, és ott az első fordulóban tovább lépett a fehér gyarmat ellen. Az idén is fogadhatott egy fővárosi nagycsapatot, nevezetesen az MTK-t. Mégis a kulisszák mögött lehettek olyan konfliktusok, néhány játékos és az edző Szőcs Lázár között, aminek a vége az edző távozásához vezetett, miután a Bölcske elleni idegenben lejátszott 3-2-es bátaszéki vereséggel végződő mérkőzésen már az új edző Kalmár Ferenc dirigálta a csapatot. A 80-as évek és a 90-es évek elejének másodosztályú szekszárjának meghatározó játékosát alig ha kell bemutatni megyei futballberkekben, hisz visszavonulása óta nem sokkal már edzőként számtalan Tolna megyei csapatnál dolgozott. És most szabad edzőként azonnal elfogadta a hirtelenjében edző nélkül maradt bátaszékiek ajánlatát. Ismerem a játékosokat nagyjából, az 70-80%-át ismertem. Nagyon bízok benne, hogy rám fognak hallgatni, és azt fogják csinálni, amit megbeszélünk mérkőzés előtt. Szőcs Lázár eddigi munkáját respektálja az új edző, feltétlenül épít is rá, bár lát olyan problémákat, amelyeket gyorsan meg kell szüntetni, ami a csapat egységére és eredményességére is az utóbbi fordulókban rossz hatással volt. Én úgy veszem észre, hogy a fiatalok kicsit el voltak engedve, nem azt csináltak, amit megbeszéltek mérkőzés előtt. Úgy látom, hogy kicsit keményebb kéz kell ide hozzájuk, akkor biztos vagyok benne, hogy jobban fognak szerepelni, úgy, mint régebben. A Lázi nagyon jó munkát végzett, igen, megtanította őket egy-két dologra, de én úgy gondolom, hogy erőlétileg, meg a hátulról való előrefele támadásokba, abba kell egy kicsit javulniuk, utána nem lesz gondjuk, szerintem. Az erőlétet a hosszú felkészülési időszakban lesz idő rendbehozni, még javítani is. Kalmár Ferenc egyébként elegendő erősségűnek tartja a mostani játékos állományt ahhoz, hogy tavasszal versenyben legyen a Bátaszék a bajnoki címért folytatott rendkívül kielezett küzdelemben. Bízok bele, hogy mindenki edzésre tud járni, minden a 18-19 játékos, akire számítok, és nagy versengés lesz a csapatba kerülése. Az új edző motivációjával abszolút nincs gond, mint hangsúlyozta, ő csak a bajnoki cím megszerzésével lenne igazán elégedett, ehhez egyelőre új igazolásokat nem tervez.